Rigvári egészen a kapuig viheti, de megáll. Funtulis már. Okos döntést hozott. Fölállunk, fölépítjük. Itt van neki újra, és Rigvári be is lövi az elsőt. 1-0 a Ferencvárosnak. Egy szép kivédekezett támadás után. Fiatal játékosunk Rigvári Vendel szerzi az elsőt. Igen, azt hitte a Szentes játékos, hogy kiállítás van. A kettes. Konyai, de nem volt kiállítva. Azért elindult kifele. Így ott hagyta a Vendelt üresen, és hát ez... Hogy is mondjam, ajtóval az egyszer volt. Volt a szentesi csapat részéről, de a vezetés megvan, így tovább. Kátain, a falt, ami egy labdaszerzés, Vigvári Vámost indítja. Igen, Vigvári két nagyon jó labdát szerzett. Nagyon jó kezdi a mérkőzést. Vámos, nézzük. És ahogy azt kell, kitempózza szépen Kovács Kristófot, a vendégkapust. 2-0. És nem telt el egy perc. Egy perc sem. Vámos, beteszi centerbe. És a hatos számú Kátai Máté, a kiállított játékos a Szentesből. Nyíri. Funtulis. Ismét Nyíri. Gyönyörű szép. Görög légiósunk a harmadik találatunkat szerzi. 3-0. Ilyen kezdésre számítottunk, Zoli? Megmondom őszintén, azért, ahogy itt nézzük, durván két perc alatt három gólt lőttünk. Azt mondom, hogy ennél jobb kezdés nincs. Nagyon így bátran lehet majd a fiatalokhoz nyúlni. Ez a Funtulisnek ez a fejfölé való lövése nem rossz. Tehát... Ez a specialitása. Így közé tartozik. Vigvári közben második gólja Vendelnek. Igen, beengedték 5,5 méterre, nem sok blokk volt, szinte üres kaput lőtt. 4-0 ezzel. Ilyenkor a kapusnak nagyon nehéz. Szép lövés volt. Funtulis, ott úszik Vigvári, megkapja? Meg. Nézzük, befejezi-e góllal. Gyönyörű, 5-0. Vigvári Vendel harmadik gólja. Kiválóan játszik Vigvári. Igen, ott hagyják. Nem tudom, ez a taktika. Matyók nem ér vissza védekezni vele. Igen, igen. Nézzük, kifordul meg. Vámos, aki labdát szerzett, indul is. Gyönyörű, szép támadás szép. Volt. Konstantin Bikari egy kicsit idegen pozícióból. De szép góla vissza alsóba. Így van. Vámos fantasztikusan szerzett labdát, végúzta, és rossz kézről nagyon jó paszt adott, kapásba el tudta lőni a Krisztián. Ez egy szép gyors támadás volt. Megint az, ők kezdték a támadást, ugye 30 másodpercet támadó idő, és 29-nél már mi lőttünk gólt. Fekete, elnézzük. Sokat gondolkodott, aztán passzol. Gál Sándor rossz kézről visszatette Jaksicsnak. Fekete, gyönyörű, gyönyörű Fekete Gergő gól a kapus feje fölé, a kapufát kihasználva. Erre mondják azt, hogy bevarta. Ezt be, 7-0. Sorcserét hajtanak végre. Kell is nekik. Bikari pedig a sapkájáért úszik. És meg is találta. Igen. Tízessel a kiállított. Azért három ifista van most a csapatban. Fülöp Bence az. Tehát ez alább hagyott a lendület, három ifista van a csapatban. Nyíri, lesz a lövés. A túloldalon. Ismét Nyíri. Gyönyörű. Egy blokkon is megpattanhatott ott középen még a labda, de ez az ő érdemeiből semmit sem von el. 8-2. Nyíri Balázs a gólszerző. Előbb, amikor átadta a Spritz Márknak a labdát, a labda előző folyásánál, akkor a Márk ott állt 2,5 méteren üresen. Ő volt a helyzet. Úgy érezte, visszaadja, és elszórakozták az ember előnyt. És lemaradt a centerük, Takács János, Vigvári, ott a negyedik gólja. Igen, ez megint egy zicser volt, lefordultunk, mondom, Vendelt ott hagyni 4 méteren, az szinte zicser. 4 méterről a negyedik gólját lövi Vigvári, 9-2 ezzel.
És még a fél időn sem vagyunk túl. Remek pattogós. Még 9 másodperc. Vámosnál a labda. Ilyenkor nem szabad előni. Becsüljük is szépen. Most. Gyönyörű! És Vámos, be is lőtte. Vámos Márton a gólszerző. Tényleg megvártuk az utolsó pillanatot. Ugye ilyenkor meg kell várni, amíg a Szentesből fönnmaradt az egyik játékos, ezért 6-5-ös formában voltunk, de ezt ilyenkor visszaszoktuk úszni. Ezért a Marcinak meg kellett várni, amíg a fiatal... Funtulisz átadta Feketének az 5 méterest, aki be is lövi. Az első támadásból megvan a 11. gólunk a harmadik negyedben. 11-2 ezzel. Folytatjuk a jó játékot. Nem esik vissza a csapat teljesítménye. Ő beteszi a centerbe. Kiállítás lesz az akció vége. Kettessel Kókai Tibor megy ki. Miri. Funtulisz. Gyönyörű szép. Nagyon magasra kinyúlt Nikola Jaksics, és be is vágta a labdát egy gyönyörű lövőcsel után. 12-2, először van 10 közte a mérkőzésem. Ez egy megszokott figuránk, hogy így mondjam, hogy a Jaksa kilép a hosszú kapufától, kilép, neki föladjuk, és amikor megkapja a labdát, akkor még a labdával tud menni fölfele. Hát igen, előbb átadta, de most... Most már ellövi. Be is vágja. Janis Funtulisz második találata, 13-2. Megtette a dolgát Bikari, Németh Toni a helyén. Benn van Szabó 2, Bence, Spitzmark, Funtulisz, Konstantin Bikari a centerben, aki megszerzi a 14. gólunkat. Igen, rosszul váltottak, ott maradt egyedül, hát ez ígyszer-zígyszer volt. Gyönyörű. Konstantin Bikari második gólja. 2 kiharcolt 5 méteres után. Remek teljesítmény a légiósunktól. Szabó 2, Funtulisz. Varga Bence. A görög légiósunk egy káprázatos gólt lő. Pedig pont akartam mondani, hogy a 6 mezőny játékosból 4 ifikorú most a vízben. A Bikari meg a Funtulisz a 2 felnőtt. De hát Fudu nem adott sok esélyt ennek a dolognak. A görög légiósunk kiszedte a pókhálókat is a sarokból. Az biztos, hogy a pók most elnézést kért és arrébb ment. Lesz a lövés? Lesz. Ejtés lett belőle. És nem megy ki a labda. Bikari megszerzi. Gyönyörű, be is forog. Kanadai magánakciója, és hát letette a vízre, 5 méteres. 4 védő között szerezte meg a labdát, és csinált egy veszett labdából csinált egy 5 méterest, és Gál megkapja azt a ajándékot a Funtulisztól, hogy ha már elhozta a labdát kétszer, akkor ölőheti az 5 méterest. Nézzük Gált. Be is lövi Gál. Be is lövi, bravo. Gyönyörű. Bravo. Gál Sándor gólja. Kis túlzással Konstantin Bikari úgy él, mint hal a vízben ezen a mérkőzésen. 3 kiharcolt 5 méteres, 2 gól, számtalan jó védekezés. Akkor most Németh Toni a felügyelő a fiataloknak. Szabó. Egy lövés, gyönyörű. A kapufát kihasználva Szabó 2 Bence. Igen, Szabó 2 Bencének fantasztikus nagy lövése van. Nagyon ritkán, talán azt a szót használom, hogy ritkán meri elengedni, ami én szerintem, nem azt mondom, hogy hiba, mert egy ilyen szép gól után dicsérni kell, de sokkal többször megtehetné, akkor inkább így mondom, hogy... Járatja a labdát a két fiatal. Gyönyörű! Így van. Varga Bence gólja, 18-8. Ugyanazt tudom elmondani Varga Bencéről, mint Szabó 2 Bencéről, hogy ő is egy
kétméteres magassága megáldott fiatalember nagyon hosszú kezekkel és ágyugújószerű lövéssel, amit most is láttuk. Ha őket ott hagyják, így 5-6 méteren,